Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mobilon, a YouTube csatornáján. Ez egy Malac per se epizód, ami azt jelenti, hogy azért készül ez a videó, mert a Duoc nevű gyártó volt olyan drága, és ide küldte ezt a szörnyeteget, ami egy 1400 eurós bringa, és ezt a videót ezt én most így négy részre tagolnám. Először elmondanám, hogy ez így micsoda, meg hogy néz ki, meg mit tud, meg mik a specifikációi, aztán elmegyünk vele offroadozni, mert hogy ugye elvileg ez egy outdoor bicikli. Utána elmenjünk vele nem offroadozni, mert hogy ugye azt is ki kell próbálni, hogy így a városi forgalomban, meg így a normál utakon mit nyújt, és a végén meg ugye összegzünk. Na, kezdjük ott, hogy? Ugye 1400 euró, van egy kuponkód a leírásban, hogyha okvetlenül vágysz egy ilyen biciklira, akkor egy 100 eurót tudsz vele spórolni. De igazából, hát mielőtt eldöntöd, hogy veszel ilyet, vagy nem, először nézd végig ezt az anyagot. Kezdjük ott, hogy ez egy nagyon erős bicikli, ami alapvetően abból fakad, hogy hátul is, meg elől is van egy-egy 750 wattos agymotor, ami ugye összkerékhajtást tesz lehetővé. Van benne egy 20 amperórás akkumulátor itt a hasába, amit egyébként ki lehet venni belőle. Itt van a vezérlés, és igazából ugye látjátok, az egy ilyen fat tire bike, tehát hogy ilyen jó vaskos kerekeken gurul, és hát az a helyzet, hogy ez egy pedálszenzoros megoldás. Ezt már itt több videóban elmondtam, hogy itt az a lényeg, hogy nem azt érzékeli a szenzor, hogy te milyen erősen tekersz, hanem azt érzékeli, hogy tekersz-e vagy nem, tehát ez egy ilyen bináris dolog. Ha elkezded tekerni ugye a pedált, akkor ráteszi a teljes energiát hátulra és vagy előre, és hirtelen nagyon gyorsan el fogsz kezdeni vele menni. Szóval, hogy ez mindenképpen megszokást igényel, mert ebben van egy késletetés. Elkezded tekerni, és egy másfél-két másodperc után jön meg az erő, de így nagyon hirtelen, és amikor meg már nem tekered, akkor meg még másfél-két másodpercig meg még jön belőle az erő relatív sok, tehát mindenképpen hozzá kell szokni ahhoz, hogy ezt hogyan kell használni, ezt a bringát. Na, de fogom most itt a kamerát, és végigmutogatom nektek, hogy miből áll össze a bringa. Szóval, kezdjük itt a kormánnyal. Elég sok dolog van. Ugye kapásból látszik, hogy ez egy hidraulikus tárcsafék, ami hát egy picit csirkébb megoldás, mint amit általában megszoktunk egy normális márkás bringán, mert itt csak egy tekerentyű van, amivel ugye a fogáspontot tudod állítani. Más megoldásokon azért itt kettő van, mert ugye ott a fékutat is lehet babrálni. Alapvetően ugye ilyen piros fékeket kapunk előre hátul, ami marha jól néz ki, de nem lényegesen nagyobb, mint egy átlagos biciklin, szóval azért észnék kell lenni. Van itt egy lámpakapcsoló, az hát egy ilyen billenőkapcsoló, elég egyszerű, és itt alul van a DS felirat, ami ugye a kettős hajtás kapcsolja be, alatta meg van egy kis duda. Itt van a fedélzeti rendszer vezérlésére szolgáló kezelő szerveren mennyiség. A hossza nyomva ezt a bekapcsot, akkor bekapcsol a display. Ez a display egyébként nagyon jó display, tehát hogy tök jól látszik napfényben is, egyértelmű rajta minden felirat. Ugye tudom változtatgatni, hogy miket írjon ki, de amikor, hogy ugye kikapcsoltam meg, bekapcsolom, és most újra bekapcsolom, és akkor fogjátok látni, hogy elvileg ez jóval több dolgot ki tudna írni, mint amit egyébként ugye szoftveresen most képes. Szóval ilyen szempontból ezen még van meló. Ugye itt a plusz-minusz gombokkal tudom állítani a rásegítés mértékét 5 fokozatban, de itt a rásegítés mérték az azt jelenti, hogy hány kilométer per órás sebességig segít rá, és hát igazából szoroz meg 10-zel, tehát az 1-es az 10-zel megy, 2-es 20, 3-as 30, 4-es 40, az 5-össel meg ugye az 50-ig segít, ami hát így elég durván hangzik, de képes rá. Van itt egy USB-ás töltő csatlakozó, hogyha esetleg valahova fel akarnánk tenni egy telefont, akkor lehessen rögtön neki tápot adni, és van egy Shimano váltókar. Ez a Shimano váltókar, ez a hátsó Shimano SIS Turny TZ váltót kezeli, ami 7 sebességes. Majdnem mindegy egyébként, de azért vannak olyan helyzetek, amikor jól jön, hogy tudsz váltogatni. És egyébként pedig hát van hátsó lámpánk, meg van első lámpánk is. És van egy első teleszkópunk, ami elég combosnak néz ki, de sajnos nem vagyok meggyőződve, hogy ez a legjobb minőség. Mi verettünk egy 10 km-t erdőben, és már van benne egy kis kotyogás, szóval ezen még szerintem a Duocnak kéne dolgoznia. És ami még kéne dolgoznia, és elvileg dolgoznak is, mert kommunikáltunk, az két dolog, ami nálunk jelentkezett problémaként. Az egyik ez a csavar, ami itt van.
Ezt úgy becsavarták gyárilag, hogy még egy nyomaték kulcsot se tudtuk kicsavarni, pedig hát ugye nem csak sima szerszámmal mentünk rá. Ezért aztán ugye a sárvédőnek ez a távtartója, ezt nem tudtuk a helyére betenni, hanem hát mögé helyeztük el, és egy nagyon szexi gyorskötözővel rögzítettük. Szóval ez az egyik ilyen gond, amivel találkoztunk. A másik az orvosolható, ugye a hátsó lámpának van egy bekötő kábele, amit elvileg össze kéne kötni ezzel itt lent. Na most ez most ilyen fel van gurtnizva, de ha kihúznám, nem ér össze, tehát van köztük körülbelül egy ennyi lauf, és akkor hát én szóltam a dulcnak, hogy hát szerintem ez gáz, hogy ezt így küldtétek ki, és azt mondták, hogy innen a vezérlésből, tehát ugye szétszönöm a dobozt, akkor kijebb lehet húzni a kábelt, és akkor össze fog érni. A csavarra pedig azt mondták, hogy köszönik a jelzés, és innentől kezdve át fogják nézni az összes dulc bringát, mielőtt csomagolják, hogy minden csavar ki és becsavarható-e, hát emberi erővel is. Az ülésünk egy széles, puha, habos ülés, ami hát rövid távon kényelmes, hosszú távon már nem annyira, de hát ez ilyen standard ülése mostanában a kínai bicikliknek, úgyhogy nagyjából ezt tudja a szerkezet. A kérdés innentől csak az, hogy milyen vele közlekedni. Na, hát bringáztam én már sokat mindenféle kínai biciklikkel, pedálszenzorossal is, nyomatékszenzorossal is, de most ugye ez egy terepre szánt bringa. A cég weboldalán sok olyan képek vannak, ahol valaki valami ösvényen meg erdei környezetben csapatja neki. Szóval azt mondtuk, hogy akkor vigyük el terepre. Na most nekem azért az olyan korlátolt az ilyen jellegű felkészültségem, hogy hogyan kell terepen bringázni, úgyhogy kértem segítséget, és a Prohard Werner Rosta Gábor, ő nagyon komolyan űzi ezt a sportot, rengeteg versenyre jár, meg nagyon sokat túrázik, meg downhillezik bringával, úgyhogy megkértem, hogy ő legyen itt a szakértő kolléga, és akkor elmentünk így egy közeli területre, ahol ezt ki lehetett próbálni. Oké. A helyzet az, hogy ezzel a bringával nagyon durva, meredekségű hegyi utakon is röhögve fölmész. Amikor úgy érzed, hogy nem mész föl, rányomod a dual motort, és dupla annyi erőd van, és ez tényleg egy érezhető lökést ad a biciklinek, szóval ilyen szempontból elképesztő, amilyen erő ebben a bringában van. És pont ez a problémája is, mert ezzel az erővel nem tudsz rendesen gazdálkodni. Mert ez nagyon binárisan működik, tehát hogy vagy megkapod a full energiát, vagy semmit. Ha semmit nem kapsz, akkor nincs esélyed, mert alapvetően ez egy 42 kg-os tömegű bicikli. Megdög lesz bárhol vele. Ha pedig ugye mondjuk rosszul méred fel az energiád, meg a távokat, meg a féktávot, meg a kanyart, és eltaknyolsz és rádesik, akkor hát még komolyabb problémád is lehet. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon érteni kell, meg érezni kell, hogy ezzel hogy tudsz menni, mert egyszerűen túlzás az, ami benne van, vagy nem is azt mondom, hogy túlzás, mert vannak olyan szituációk, amikor pont kell ez az 1500 watt egy rövid időre, csak ugye az a gond, hogy nagyon, tehát csak azt tudod választani, hogy van 1500 wattod, esetleg 750, és a 0 és az 1500 között nincsenek átmenetek, tehát nem lehet ezt igazán jól szabályozni, nem lehet ezt igazán jól kontrollálni, és emiatt azért ez egy kicsit veszélyes műsor. Ráadásul ugye az van, hogy miután ez egy ilyen böszme nagy disznó nehéz cucc, ezért az igazán technikás hegyi pályákon teljesen esélytelen vele manőverezni, mert túl nagy, drabális állat ahhoz. Ezek ugye így alapvetően az én szavaim, de hogy hitelesítsem magamat, megkértem a Rosta Gábort is, hogy ő is mondja el, hogy mit gondol erről az egész dologról némi kilométerezgetés és tapasztalat után, úgyhogy most kapcsoljuk a ProHardware főszerkesztőjét, és ő is elmondja a tapasztalatait. Az előnyök azt hiszem, hogy mindenhol följön. A hátrányok, hogy ezt elég irányíthatatlanul teszi. Ugye két motor van, egy motorral nem megy föl ezen a meredeken, ez egyértelmű, és mivel nagyon nehéz a bicikli, ezért hiába tekersz te még a motor mellé, ezzel nem sokat tudsz rajta segíteni. Ha bekapcsolod a második motort, akkor természetesen felmegy nagyon könnyedén, viszont akkor megint hiába tekersz, hiszen annyira keveset adsz hozzá a két motor erejéhez, hogy megint csak nem tud irányítani. Tehát szerintem ennek a legnagyobb hátránya ez, hogy nagyon meg kell tanulni, hogy hogyan is tudod ezt az erőt kontrollálni, és nagyon kevés segítséget ad ehhez, mert van a gázkarral valamennyire tudod szabályozni, de hogyha a pedált tekered, akkor vagy mindent ráad erőt, vagy nem ad rá semmi erőt, tehát azzal nem nagyon tudsz játszani, csak a gázkarral, akkor meg ugye valahol a kerékpár, mint olyan, átalakul egy robogóvá. Játszani lehet vele, tehát szórakozni ilyen viszonylag szélesebb erdei utakon, ahol nem gond, hogyha egy méterrel túlcsúszol, azt tudom mondani, hogy arra jó,
Nagyon ilyen technikás ösvényekhez szerintem ez, hogy olyan nehéz kontrollálni az erejét, ez annyira nem ajánlható. Gondolkoztam azon, hogy azt mondjam, hogy futárbringának a városba, vagy valami ilyesmi. Na arra az a baj, hogy azért nem tudom, hogy igazán jó-e, mert hogy egyszerűen a nehézsége miatt nem tudod felvinni egy lépcsőn, hogyha fel kell tolni valahol, akkor azt tudod csinálni, hogy húzod a gázkart, amikor nagyon meglódod, akkor elengeded a gázkart, tehát hogy egyszerűen nem mozgatható olyan szinten, mint azt egy elektromos biciklitől az ember elvárja és megszokta. Ez egy játék. Tehát az a bajom, hogy lehet így mondani, hogy ezt a... De az a bajom, hogy ugye ez is 1400 euró. Hogyha valaki arra vesz bringát, hogy a városba használja, tényleg hordozni dolgokat, elmenni a munkahelyére, elvinni a gyereket az iskolába, bármi, akkor az sokkal jobban megéri. Ez 1400 euróért szerintem sokkal kevésbé használati tárgy, és sokkal inkább egy játék az erdőbe. Mert sokkal több a hátránya, mint az előnye minden más szituációban. Az egyetlen hely, ahol ezt tényleg így élvezetesnek gondolom, az egy ilyen hely, ahol egy ilyen viszonylag széles úton lehet vele csapatni. Fölfelé főleg, mert lefelé viszont ezekkel a fékekkel, ezzel a tömeggel, ezzel a teleszkóppal, hát nem nagyon életbiztosítás. Na, szóval, a helyzet az, hogy hát így, ez így offroad szempontból akkor opció, hogyha egy széles földúton haladsz, amiben vannak nagyobb emelkedők, és van tered arra, hogy korrigáljál, hogyha esetleg nagyon hirtelen indulna el a történet, de az ilyen klasszikus, keskenyösvényes, buckás helyeken ez egyszerűen ez túlzás. Ez a bicikli nem kontrollálható és túl nehéz, megfordulni is rosszul lehet, tehát hogy tényleg igazából nyűg inkább, mint segítség. Ha olyan területen vagy, hogy mondjuk két falut köt össze egy földút, és azon kéne átközlekedni bringával, arra ez egy nagyon fantasztikus dolog, de ugye mondhatjuk azt, hogy ez egy relatív szűk felhasználási terület, és ezen a ponton egy kicsit úgy éreztem, hogy ez a bringa ez nem eléggé szofisztikált ahhoz, vagy arra a célra, amire kitalálták, de aztán elmentünk közútra. Most ez egy teljesen másik szituáció. Ugye az van, hogy egy átlagos bringa az ilyen 250-350 watt, amit vagy pedálszenzorral, vagy nyomatékszenzorral segít neked, és azzal egy nagyon kellemes városi közlekedési élményt tud szerezni, viszont hogyha elkezd meredekebb lenni az út, akkor hát nem mindig elég az az erő, ami benne van, és ott már ugye hozzá kell tegyél te is rendesen. Van olyan tapasztalat, hogy van olyan meredekség, amikor már neked kell a nagyját beletenni, és csak kismértékben segít, szóval érdekes volt, hogy ez a bicikli mit csinál. Most az első és legfontosabb dolog, hogy ez iszonyú gyors és erős a városban. De ott is túlzás, tehát egy normál forgalmi szituációban megint az van, mint az erdőbe, hogy marhára észre kell lenned, hogy ezt a gázkart mennyire húzogatod, meg a tekeréssel hogyan bánsz, mert nagyon hirtelen meg tud lódulni, és akkor nagyon meglepődsz. Szóval mindenképpen bárki, aki egy ilyenre beruház, meg azt mondom, hogy hagyjon magának gyakorlási időt, meg szokjon hozzá. Nem kell ám egyébként ötösre fölrakni a rásegítést, tehát lehet kettesre is, és akkor csak 20-ig fog elrepülni, de ott is nagyon vehemensen indul el. Szóval ezt észre kell használni, ez nem való minden agyatlan hülyének, mert tényleg ezzel komoly balesetet lehet okozni. Ráadásul ugye miután ez 2750 watt, ezért masszívan illegális közúton. Lévén, hogy ugye a magyarországi KRESZ szabályozás az a rásegítéses kerékpárt, azt 350 wattban maximálja, ez minden határon túl megy ilyen szempontból, és hogyha balesetet okozol vele, és utána elővesznek téged, mint felelőst, akkor hát nem csak azért lesz problémád, mert te okoztad a balesetet, hanem azért is, mert hogy mivel okoztad, szóval én ezt azért mindenképpen nagyon óvatosan és ésszel tudom ilyen szempontból ajánlani. De! Hát az van, hogy hazamentem vele, és miután én nem lakom sík terepen, tehát nekem innen, ahol most állunk, nekem jelentősen följebb kell jutnom. Minden elektromos kerékpárral haza szoktam menni, nekem ez egy jó referencia, mert nagyjából érzem, hogy melyik az a bicikli, amivel így könnyen meg tudom oldani, melyik az a roller, ami ezt kibírja. Szóval ezek mindig benne vannak ebbe a tesztelési rutinban, és ezzel is hazamentem. Na most a következő helyzet, ezzel átlag 40-nel mentem haza.
ami hát teljesen szézületes és irreális, és mindenképpen nem, semmiképpen nem mondaná veszélytelennek, de olyan szempontból van egy biztonságérzet az embernek, hogy egyrészt a vastag gumik miatt nem félsz attól, hogy az összes ilyen útrepedés, meg minikátyú megdobja bármilyen irányba ezt a biciklit, ez egyszerűen elnyeli. Másrészt pedig, hogyha ugye nem kerékpárúttal ellátott infrastruktúrán tekersz, hanem ugye benn kell menni a forgalomba, akkor úgy 40-nel úgy fel tud venni a ritmus. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy nem előzött meg senki hazafelé menet. Szóval, hogy ez mindenképpen ilyen szempontból ad egy ilyen magabiztosságot, csak aztán nehogy túlzott magabiztosság legyen belőle. És amikor így hazarepültem 40-nel, akkor azt gondoltam, hogy jó, oké, ezek is meredekek voltak, de nézzük meg, hogy mit csinál az igazán szivatós helyeken. A környék egyik legmeredekebb utcájába fordultam rá, visszaraktam az áttételt egyesre, hogy tudjam tekerni, hogyha esetleg ő elfáradna, nekiindultam. De most az az utca, amin gyalog is megdöglöm, az az utcán 20-szal fölmentem úgy, hogy gyakorlatilag szobakerékpároztam, tehát hogy annyi energiát kellett beletennem, szóval, hogy ilyen szempontból viszont teljesen szürreális és ugyanakkor egy picit ijesztő élmény is. Ez inkább egy elektromos motorkerékpár, mint egy elektromos rásegítésű kerékpár. És úgy is kell kezelni, úgy kéne vele közlekedni, ez igényli a bukósisakot. Itt mindenképpen az van, hogy ezt teljesen másképp kell kezelni, mint egy normál rásegítéses bringát. Szóval nem azt mondom, hogy egy használhatatlan holmi. Semmiképpen nem az. Vannak olyan szituációk, amikor igenis jól jön, hogy van neked ekkora energiád. A mindennapi életben masszív túlzás, mind bicikli szerintem értelmezhetetlen, mind közlekedési eszköz értelmezhető, de meg kell találni a helyét. Ha az van, hogy falvak között a földutokon akarsz közlekedni, és azzal ingázol be egy közüli városkába mondjuk, akkor azt mondom, hogy ez egy élhető bringa, mert te mész egy burvás vagy földes úton, ami ugye alapvetően mezőgazdasági gépek járnak, ezért aztán nem tükörsima az aszfalt, vannak benne meredekebb, meg lejtősebb részek, akkor ez egy nagyon könnyű és kellemes, komfortos megoldás, hogy eljussál egyikből a másikba, és nem kell félned attól, hogy kidurran a kerék, meg kátyúba mész, meg 8-as lesz benne, meg akármi. Ha városi közlekedésre használnád, akkor én azt mondom, hogy talán inkább ne, mert tényleg nagyon erős arra. Kivételt képeznek azok a dolgok, amikor tényleg olyan helyen laksz, hogy semmilyen más bringával, még rásegítéssel sem tudsz fölmenni. Ez tipikusan az a bicikli, hogy 35-re fölmész a Jánoshegyi kilátóra vele gond nélkül. Na de, van az dolognak egy ára, mármint hogy a forinton kívül, ami pedig ugye a hatótávot illeti. Ez egy 20 amperórás akkumulátor, ez valamivel nagyobb, mint amit átlagos bringával szokott lenni, de nem sokkal. Jóval erősebb viszont ez, mint egy átlagos bicikli. Ha te kimaxolod a dolgot, és tényleg kihajtasz belőle mindent, akkor tényleg az van, hogy a hatótáv az ilyen, hát ilyen 40-50 kilométer mondjuk. És akkor ugye ez változik, hogy milyen terepen mész, hogyha sok benne az emelkedő, akkor az hamarabb el fog benne fogyni. Ha rádolgozol te is, és csak az egyik motort használod, ami ugye alapvetően a hátsó, és te is tekersz hozzá, akkor jóval nagyobb hatótávot érhetsz el, tehát akkor ez a 80 km körüli hatótáv, ez benne van a sztoriban. Nyilván azon is múlik, hogy te hány kiló vagy. Ennek a biciklinek 150 kg a teherbírása, ami szintén magasabb érték, mint amit általában az e-bike-okhoz megadnak. Szóval ilyen szempontból meg azt mondanám, ésszel. És én azt tökre értem, hogy ez egy fun cucc is, tehát hogy ez abszolút alkalmas arra, hogy te rohadt jól érezd magad, de amennyire jó vele ökörködni, annyira veszélyes is vele ökörködni, szóval mindenképpen én értem azt, hogy az európai szabályozás miért húz meg bizonyos határokat, és azt is értem, hogy egy bizonyos teljesítmény szint fölött, hát elvárható lenne mondjuk, hogy minimum legyen egy jogosítványod, meg legyen a fegyened egy bukósisak, mert ezek tényleg, ez már az a kategória, ami nem a hétvégi kis lightos kerekezés kategóriája. Na, nagyjából ennyit szerettem volna erről a Duoc F26-ról elmesélni nektek. Volt némi összezördülésem a céggel, aki küldte, mert nem feltétlenül örültek neki, hogy nem csak pozitív dolgok hangzanak itt el. Ezeket elsimítottuk, és mondtam, hogy ez egy ilyen műfaj. Úgyhogy igazából ami nekem viszont pozitív volt velük kapcsolatban, hogy az összesen probléma, amit felsoroltam, a csavar, a hátsó lámpadrót, az első teleszkóp, a kontrollálhatatlan erő, meg mit tudom én, azokra mind volt valamiféle reakciójuk. A minőségbiztosítási dolgokat akkor most állítólag azt mondták, hogy át fogják nézni, és a
innentől kiszállított bicikliknél elvileg elkerülik ezeket a csavar problémákat, meg egy picit jobban odafigyelnek. Remélem, hogy ez tényleg így lesz. Én azt mondtam nekik, hogy én ugyanezt a bringát szívesen vállalom, hogyha nyomaték szenzoros és kontrollálható az az óriási teljesítmény, amit nyújtani képes, mert nem kell állandóan 750 meg 1500 watt ahhoz, hogy te közlekedj. Csomószor elég csak egy 200 watt, és már boldogan mész. Az a helyzet, hogyha én ezt megtekerem, ezt a biciklit, bekapcsolom a dual motort, sík úton én 52-vel tudtam ezzel menni, ami szerintem teljesen irreális, és túl van minden észszerű határon, de képes rá, és miután képes rá, és bárki megveheti, ezért alapvetően okoz némi problémát, vagy okozhat némi problémát, meg okozhat némi veszélyt. Szóval azt tanácsolnám így végszóként, hogy ha szeretnél egy bazierős kerékpárt, akkor itt van. De nagyon tapasztalt ki, hogy hogy működik, mert hogyha tanulatlanul ráülsz és elkezdett húzigálni a kart, meg nyomkodni a duplomotort, akkor annak nagyon csúnya vége lehet. Úgyhogy aki mindezek mellett, vagy pont mindezek ellenére rákívánt erre a bringára, annak ott a kuponkód a leírásba, és akkor nem gond megrendelni, európai raktárból jön, szóval nincs rajta vám, meg áfa, meg szállítási költség sem, ez ennyibe kerül. Köszönöm szépen, hogyha megnézted a videót, egy élmény volt nekem is. A következő videó lesz még itt bicikli, tehát hogy itt most a hegyekbe állnak a különböző bringák, úgyhogy bőven fogunk ezekkel foglalkozni. Az az én nagy szerencsém, hogy mindegyik egy picit más célra készült, mindegyik egy picit más műszaki megoldás, szóval nem hiszem, hogy ez feltétlenül unalmas lenne ez a content, mert tényleg különböző bicikliket fogunk bemutatni itt a közeljövőben. És igazából tervezek még egy videót a tekintetben, hogy elmondjam nektek, hogy hogyan jutnak ezek ide, miket beszélek meg a gyártókkal, mit várnak el ők, mit adok én, és ezekből milyen konfliktusok vannak, és azokat hogy lehet elsimítani. Szóval, hogy lesz biciklis témában még több ilyen videó, úgyhogy ha ez tetszett, akkor nyomkodd meg a gombokat, amiket a YouTube felkínál, és akkor nem fogsz lemaradni a későbben érkező hasonló, vagy különböző jellegű tartalmainkról sem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!